Oké, folytassuk ezt a My Perspective videót, ahol abba hagytuk, vagyis hát majdnem ott. Van egy nagyszerű kép, amelyik egy folyót mutat a dombok mögött, vagy hegyek mögött. Mindenki nagyszerűen láthatja, hogy a folyó meg van világítva, ezért látszik ilyen fényesnek. Tehát a napsugarak a folyóra sütnek. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha a nap pontosan a folyó fölött van, és onnan világítja meg. Egyébként nem tudná megvilágítani a folyót. Ha a nap itt lenne, ahol nekünk mondják, hogy van, 150 millió kilométerre, akkor egyrészt a tombok, hegyek kitakarnák a napfényt, tehát a folyó nem látszódhatna a fény, és nem világíthatná meg a nap a folyót. A napnak itt kell lennie, a felhők fölött, hiszen látjuk a beesési sugarakat, és a szögeket, illetve a folyót megvilágítva. Ha itt lenne a nap hátul, ahogy most meg is mutatja, hogy ez lehetetlen lenne, hogy átjöjjön ezen a dombokon a napfény, és megvilágítsa, de hát ezekről a belsési szögről nem is beszélve. A nap mindig is a lapos föld fölött kering, hiszen a vetett árnyéka ennek a hegynek látszik végig a felhőkön, hogyha a felhők görbülnének, akkor nem látszódhatna rajta. Ilyen módon. Tehát a felhők egyenesek, lapos azért, mert a föld maga is lapos. A nap itt van a háttérben, és onnan világítja meg a lapos földet. Ha görbülne a felhő, nem látszódhatna az árnyék. Ilyen módon. A horizont ismét szemmagasságban, mint mindig, ami megint csak egy lehetetlen dolog a földgömbben. Ez egy nagyon érdekes felvétel, és azok számára, akik azt mondják, hogy a nap mindig ugyanakkora az égen, azoknak azt ajánlom, hogy vegyék szemügyre ezt a videót, hiszen a nap egyértelműen kisebb lesz, ahogy távolodik. Plusz a 150 millió kilométerre van a nap. Abban az irányban. Hogy is lehetne? Hogy is tükröződhetne egy gömb felszínen? Hogy is tükröződhetne a vízen, mikor itt vannak előtte a hegyek? Szóval, amint láthatjátok, rengeteg probléma van a gömb modellel, és ahogy halad a nap egyre kisebb, hiszen ez egy egyenes pályán távolodik tőlünk. Még annyit hozzátennék, hogy ez ugye a 24 órás nap felvétel egyértelműen kisebb lett. Ami megint csak egy lehetetlen dolog a gömb modellben, hiszen 150 millió kilométerre van. Tehát nem, mi nem haladunk annyit egy nap alatt és pörgünk, forgunk, hogy az a nap nagyságára hatással legyen. Elenyészi az a távolság, amennyit megyünk, vagy forgunk egy nap. Attól nem kellene, hogy a nap kisebb legyen, hiszen annyira messze van. Remélem, hogy ez érthető. 150 millió kilométerre van, és tükröződik a víz felszínén úgy, hogy itt vannak a hegyek előtte, és állítólag görbül lefelé a föld, és ez ott van 150 millió kilométer, és itt látszik a víz felszínén. Ezt mindenkinek érdemes lenne ezen elgondolkodni, csak lelassítani egy kicsit, mielőtt beírja azt, hogy általános iskola, biológia, matematika, fizika, akárki, vagy Einstein ezt mondta, vagy azt mondta, vagy Newton. Csak mindenki lassítson le egy kicsit, gondolkozzon el ezen a képen. Ha 150 millió kilométerre van a nap, hogy létezik az, hogy a nagysága csökken? Hiszen elenyésző az, amennyit mi haladunk egy nap, vagy amennyit a Föld elforog egy nap alatt.
az nem kellene, hogy befolyással legyen ez a pár ezer kilométer a nap nagyságára. Ez egy nevetséges, ez az egész gömb dolog egy nevetséges ötlet. És itt növekszik, és egyértelműen látszik. Azok számára, akik azt mondják, hogy a nap mindig ugyanakkor a nagyságú, ezt a videót kell csak megnézni. Néhányszor. Ez nem az én képem, ez még mindig my perspective YouTube channel. Én ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg és tanulmányozza, hiszen nagyszerű videókat lehet találni. És amit látjátok, nagyon jól van illusztrálva képekkel. Én nem akarok senkit sem ezzel bántani, és nem azt mondom, hogy ezt mindenkinek el kell hinnie, vagy ezt azért, ezek a videók azért készülnek, hogy az emberek kérdéseket tegyenek fel. Azok, akik amúgy sohasem tennék meg, is belebotlanak, csak álljanak meg egy pillanatra, és tegyenek fel néhány kérdést. És gondolkozzanak a józan észre. Ne azzal a józan észre, amit az iskola tanít, mert az egy másfajta józan ész. Arra nincs szükség már továbbiakban. Az idő rohamosan fogy, és az a józan ész egyértelműen csődöt mondott, szóval az iskolás józan eszet le kell cserélni egy valódira. Még egy újabb videót szerettem volna mutatni, ez Dorje Daka YouTube channel, szóval nézzétek meg, ha amennyiben érdekel benneteket, nézzétek meg ezt a csatornát is, és hiszen én csak igazából lefordítom magyarra azt, amit ők, az információt, amit ők mutatnak. Ez egy weather balloon, ami gyakorlatilag egy léggömb, amire egy kamera van rászerelve, és akkor ezzel kutatják ők az időjárást és a Föld légkörét. Ezt azoknak ajánlom, akik a házak tetejéről látják a görbületet, és azt mondják, hogy azok, akik azt mondják, hogy lapos a Föld, azok idióták, és vissza kell menni az általános iskolába. Itt nincsen görbület. Tehát itt nincsen görbület, mivel nem lehet látni, mivel nincsen. Mivel mi nem egy gömbön élünk, mivel egy gömbön nem lehet élni. Ezért látszik ez úgy, látszott, hogy ez lapos. Mivel lapos. 5000 méter magasan is. És hát ez már azért elég magasan van. És ez továbbra is. Jaj, bocsánat. És ez továbbra is lapos. Olyannyira lapos, hogy a görbületnek nyomát sem lehet látni. Szóval mindazok, akik a görbületről beszélnek, és a NASA videókat, és rajzfilmeket, és képregényeket nézik, és várják az alieneket, és mondják, hogy akik lapos földben hisznek, azok idióták, azok is láthatják a saját szemükkel, hogy itt bizony nincsen görbület. És ez már elég magasan van. De nem is ez a leg... Nem is ez a legszebb az egészben, hiszen ez 114 ezer láb magasan van. Ami 114 ezer láb, 34 kilométer magasságban vagyunk, és sehon semmilyen görbület, de a legszebb nem is ez az egészben, hanem az, amit hamarosan látni fogunk a videón, egy normál sebességre kapcsolunk, és az pedig ismételten
Ugyanaz a jelenség, amit az imént a fényképeken láthattunk. És ez itt. A nap a felhőkön, a hotspot, amit ebben a videóban láttunk, hogyha emlékeztek. Itt a sziklán, de volt egy másik is. Ez. Illetve emlékeztek erre a kísérletre. És ott a hotspot, ott a nap, ami lehetetlen, hogyha a nap 150 millió kilométerre van. De ez nem is ráadásul az egyet. Ott a nap. Ott a nap pontosan. Pontosan a fölött. Hotspot fölött. És ezért látszik az a felhőkön. 150 millió kilométerrel nem lehetne látni. Mint ahogy ez bebizonyosodott ezeken a fényképeken is. Ugyanez a helyzet. Azért látjuk itt, mert a nap ott van. Pontosan fölötte. És ez 114 ezer láb. Ami azt jelenti, hogy 35 kilométer magasságban vagyunk. És itt a felhőkön látható a nap. Mint egy hotspot. Gyönyörűen. Az, aki ezt nem képes látni, és nem képes megérteni, hogy erre nincsen matematikai képlet, erre nincsen fizikai törvény. 150 millió kilométerről ez lehetetlen. Ismét. Csak azért, hogy kíváncsi vagyok, hogy erre mi a magyarázata azoknak, akik azt mondják, hogy a nap ugye 150 millió kilométerre van, és mi egy gömbön élünk, és Ausztráliában fejjel lefelé vannak az emberek, és a hajó fele fölfele úszik az óceánban, meg ilyenek. 33 kilométer magasságban teljesen lapos a horizont. És ismét csak látni fogjuk ugyanazt a jelenséget, amit az előbb. Magát a hotspot, a nap. A felhők fölött, ha minden igaz. És híme itt van megint. Szóval ennyi lett volna ez a videó. Én érdeklődéssel hallgatom, hogy mi a magyarázat erre, és hogy vajon hogy lehetséges az, hogy a szöge a napsugaraknak látható itt egyértelműen, illetve maga a hotspot a nap alatt, hogy ez hogy lehet, hogy ez 150 millió kilométerre van, mikor az előző videóban megtaláltuk, hogy ez lehetetlen. És ismételten csak a legjobbakat kívánom mindenkinek, és remélem, hogy ezt segítettem ezzel a videóval, minden jó. Amennyiben tetszett a videó és hasznosnak találtátok, kérlek osszátok meg az ismerőseitekkel, akár Facebookon, akár egy bármelyik social media platformon, és ne felejtsetek el feliratkozni az Infobubble-re a YouTube-on, ahol rendszeresen töltök fel videókat akár a világpolitika eseményeiről, a bibliai proféciákról, vagy pedig a lapos földről, és a Facebookon is megtalálhatjátok az Infobubble oldalt. Ott is ugyanúgy, ha lájkoljátok, akkor megkapjátok a feltöltéseket, amiket rendszeresen frissítek.
Köszönöm, és remélem, hogy ezzel hozzájárultam valamennyit ahhoz, hogy meglássátok, hogy a világ egy nagyon-nagyon különböző és más hely, mint ahogy azt mi nagyon sokáig hittük.